Na, akkor miért a Pityót felhívom, próbáljunk meg hármára egy sikítás, hát a könnyebb följön. Egyet, három! A színpadon! Bújás Pityú! Hát csókolom, sziasztok fiatalok, szép jó napot mindenkinek, látom, hogy nem lesz ma se hideg itt. Úgyhogy a sört már én is megkészítettem, meg a vörösbort. Kaptam itt, hát úgyhogy ma el is fogjuk énekelni, hogy vörös bort ittam az este, angyalom ragyogom, szeretem a bort. Na, nem is az a lényeg, hanem amikor még ugye jöttem most lefelé, akkor még nem én vezettem, megállított a rendőr, csak hogy kedveskedjek nektek, és azt mondta, hogy na mi van, Bunyós ívott? Mondom, főtör, zsebb az zébe még semmit. És azt mondta, hogy kezdjek el inni, mert ki fogok száradni. Úgyhogy ilyen rendes volt, ezért majd mondtam, hogy elénekeljük nekik a rendőrnő, az álmom. És az első számot pedig fogadjátok nagy-nagy szeretettel. Én mindjárt arról szeretnék nekik énekelni, fiúknak küldeném ezt a számot, hogy amikor annak idején ugye elmentünk itt udvarolni, még a régi rendszerbe, akkor még nem ittunk egy-két vörösbort, addig ugye nem mehetünk a lányokhoz szólni. Na hát ahogy megittunk két-három üveggel, mindjárt megerett a nyelvünk, mehetünk udvarolni, ugye ez a szám erről fog szólni. A szám címe egy kis kadarka, az mindig segít a bajba, mint hogy nekem is ma ugye ide van készítve. Tehát akkor hadd szóljon. Fiatalok, hát akkor lehet megfogni a párunkhoz, akinek nincs az a kerékpárját, és akkor mehet a mikrofonra majd. Néha szomorú a szíved, néha nem tudom mit is tegyek, hogyha elmúlik egy szerelem, én tudom, hogy mit tegyek. Minden elmúlik egyszer, egy életem alig nem könnyezek, ami szép az, mint szerelem. Gyere címborom, addig el, egy kis kadarka, segít a barba, már is nem vagyok zavarva. Minek a kovárok, másnak lett a párja, azért is irámon szóljon a hang. Egy kis kadarka, segít a barba, miért te címborom? Egy életünk van, minek a soha, gyere mulas velünk. Dolgok vannak és alig szól kifelé. Néha szomorú a szíve, néha nem tudom mit is tegyek, hogyha elmúlik egy szerelem, én tudom, hogy mit tegyek. Minden elmúlik egyszer, egy életem addig nem könnyezem. Köszönjük, csak azt nem értem,
Hello, zenészek, figyeljünk már ide is azért néha-néha kifelé menjen, erre még egy pici hangot kérnék. Ezek a mai fiatalokat látom, ahol nem volt ez a mi időnkben, ugye? Na mondok még valami ügyességet, hogy addig hadoljuk a hangulatot, most már kezd. Képzeljétek el, megint megállított a rendőr, azt mondja nekem, hogy mi van, bajos, nem látta 60-as táblát? Miért mondom, hogy ellopták, vagy mi van? Szóval ne humorizáljak. Na, jó, akkor most pedig a hölgyeknek, az asztaloknak szeretnék küldeni egy számot. Mert ugye fiúk, mi megfeledkezünk általában a szűnnapokról, meg a nőnapokról, ugye? Ő is ők ezt nem szeretik, de mi ezt azért tesszük, hogy ne öregítsük őket, ez nem direkt van, úgy van? Tehát akkor én meg minden asszonynak, hölgynek küldök most 100 rózsát, úgyhogy fogadjátok meg a szeretettel a szám címe, asszonyom, küldök önnek 100 rózsát. Hát akkor gyerünk a fiatalok! Hoppá!
Hát nagyon szépen köszönjük, és szeretnék egy olyan kérdést feltenni, hogy Ilonák vannak itt sokan. Mert ugye Ilonák nem rég volt, ha vannak végre, akkor meg tudnak benneteket köszönteni. Mondja barátom! Mindegy, figyelj, most volt egy műsor a tév, az önök kérték. Az lesz az, most mindegy gyorsan mondd el, és akkor úgy van a végén elénekeljük, jó? Na. Na jó, akkor pihenjél, addig gondold meg magad. Tehát akkor most egy kötve szám fog következni. A vörös bort ittunk az este, mert ugye az én vörös borom már ide ki van készítve. Hadd igyak egyet gyorsan, mert tényleg ki fogunk száradni. Ugye Isten értesse mindenkit, az Ilonákra iszunk, vagy Isten értesse a feleségem urát. Hát akkor fogom kérni a segítséget mindenkit, hogy vörös bort fogunk inni az este. Tehát hadd szóljon! Gyerünk fiatalok, meg lehet fogni a párunkat, és lehet egy picit volt táncolni. A kutak egy alamon, vörös bort itt van az este, a gyalom a ragyogó szeretek magam. De most is részeg vagyok tőle, a gyalom a ragyogó szeretek magam. De alá segítsen neked, jó? Mi a balámon, a nép a legám, s mégis szeretnek a balámon. Hát a Pista bácsi ugyanebből meg a volt edzőm, úgyhogy köszönöm a segítséget, egy itt fogunk gyakorolni, mert a vég az nem volt olyan jó. Tehát a gecskének nagy szokála van. Az én anyósomnak nem aranyfoga van, de mivel az arany az drága, hát nem való az a szájába. Na fiatalok, hát mielőtt a polgármestert majd közösen elénekeljük,
Érdekes. Hát akkor fiatalok, akkor folytassunk még tovább, egy mikrofoncsere volt, mert abban már ugye legyengült az aksi. Hát akkor nem tudom, kérdésem a következő, hogy cseresznyefája van-e itt valakinek? Valami, csak az már érett. Na, nem baj, erről fogunk kérdekelni, hogy megérett a cseresznye. Akkor elmentem én a lányokkal régen cseresznyézni, hogy mi lett abból 9 hónap múlva. Úgyhogy ezt fogadjátok majd nagy szeretettel, tehát akkor... Elérett már az a cseresznye, tehát akkor hadd szóljon. Cseresznyét a kosárba, a szállat meg a számra, a számra. Este ragyog fenn a múlt, a kosár meg üres volt, hol lett a cseresznye? Mit teszünk a kosárba, mit mondod meg anyádba, hogy hol mint a hol mint a cseresznye? Egyre szerencse, hogy cseresznye, a babának nagyon-nagyon szerette. Egyre szerencse, hogy cseresznye, cseresznyét a kosárba, a szádat meg a számra, a számra. Este ragyog fenn a hó, a kosár meg üres volt, hova lett a cseresznye? Mit teszünk a kosárba, mit mondunk az anyádnak, hogy hol mint a hó, hogy mint a cseresznye? Történt ugye a 9 hónapos cseresznyézésből. Most szeretnék mindenkit megkérni, a pénztárcátok itt van-e? Most egy jó lakodalmas következik, hogy eladó, menj el, azt mondja. Nem ezt veszem. Fogom mondani. Na jó, akkor gyerünk fiatalok, tehát Balaton közepén által van kerítve. Hadd szóljon ez a szám. Utána pedig jön a polgármester úrnak a száma. Hip, hoppá, hey! Yeah.
akkor köszönjük szépen akkor, és akkor engedjétek, hogy a hasonlóan a polgármesterulat is ide szólítsam magam mellé, mert aztán vannak itt több polgármester, úgy tudom, 3 polgármester is van. Hát nem tudom, hogy anyagilag hogy fognak állni, mert azért szeretném tőlük megkérdezni, hogy mennyi van a kasszában, ugye? Mert annak idején, mikor például itt van Szlovákiában is a barátunk, a Gyula, és annak idején úgy fogadott engem, képzeljétek el, mikor ott léptem, hogy Pista, semmivel ne törődj, ne idegeskedjél, ma márkába kapod a fizetést. Mondom, polgármester, nincs már márka. Szóval de, az a 2 karton megy márkát rendeltem neked. Jó, mondom, nem baj, csak vörösbor is legyen mellé. Hát akkor szeretném, ha majd jönnének a polgármesterek ide mellém. Nem kell szégyelősködni, most cink fogunk vallani. Hát akkor nagy tapsot a polgármestereknek. És akkor én velük valószínűleg közösen el fogom énekelni. A polgármester, én csak azt kérem, egy kis segélyt adjon nékem, ha tudjak a kocsmába elmenni. Hely, de ha tudjak egy fröccsöt inni, a bánatomat elfeledni, mert én szeretnék egy picit boldog lenni. Mert ugye mindig azt mondják, az ember iszik, akkor mindig boldog. Hát akkor előbb ígyunk, vagy előbb énekeljük. Én iszok, aztán majd akkor mondom a többit. Hát akkor fogadjátok sajnálomuló szeretettel a polgármestereknek a számát, küldjük, úgyhogy lehet kérdést majd intézni a polgármester úrhoz. Ja, nem falúgy lesz, jó, akkor mit beszélek itt, igaz? Na, hát szóljon akkor ez a szám. Hoppá! Gyere mindenki! Egyes hódolja sem, nincs kenyere, mondjátok meg, hogy most gyerek, amit teszünk? Elmegyek a hivatalba, s rávágok a bajdalgasztagat. Elmondom, hogy na gyerünk mindenki! Most hogy? Egyre polgármester, én csak azt kérlek, egy kis segét adjon nékem, ha tudjak a kocsmába elmenni. Ajde, ha tudjak egy Thank you.
Fócsa már. Kinek megyünk mondaná fás, ide ha fújjak. Bánatom. Hát akkor nagy tapsot a polgármester úrnak, és nem megyünk még el, hát, hogy mehettek, jogos szabadságot adok mindenkinek. Annyit csinálunk, hogy mielőtt elbúcsítok, még lesz egy számom, majd azt szeretnének veletek megtanítani. Jó magyar szám, a lecsóról szó. Szeretitek a lecsót? Felel, igaz? Mi kell a lecsóhoz? Paprika, meg só, igaz? Meg paradicsom, kis kolbász nem állt bele. Ah, mindjárt várjál. És akkor most pedig a... Nokedli, hely, Nokedli is lecsó, de... Hát akkor fiatalok, cserélünk egyet, és akkor az Ilonákat szeretném én köszönteni most ezzel a számmal, és utána pedig elénekeljük a lecsót, és mivel nekünk utána már mennünk kell, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Tehát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm nektek a tapsot, a táncot, az éneklést, mert azt szokták mondani, hogy a tapsos nektek ingyen volt nekünk, meg ugye mindig jól esik. Ista bátyám, igazam ma? Sok barátomnak ott hátulánátom, sokan vannak boxoló haverokat, edzőket, mindenkit még külön köszöntök itt a haverjaim elől, ugye? Hát akkor most pedig ugye, akkor az Ilonákat szeretném köszönteni, és mert a feleségem is ugye Ilona, akkor ezt a számot neki küldöm, és azon belül pedig a fiúk küldik a lányokra, úgy egy forgatjátok nagy szeretettel, hadd szóljon. És akkor ide középre jövünk, és éneklek neked egy szép számot. Itt pedig az Ilonák is ott hallgassák, ugye? Csak a szövegre figyelünk, hogy két szerelmes egymásra találhatunk, mi lesz. És azok a csillagok sűrűsre hallottak, amik ott vannak majd fönt. Mindjárt meg fogjátok érteni, miről szól az a szám. Meghallok a csillagok is egyszer, csak a mi szerelmünk él tovább. Ezt éreztük tegnap, mint a kedden, közben is ez suttad a szám. S ahogy akkor két szemedben néztem, megláttam a legszebb csillagot, amiről én álmodni sem merettem, egyedül csak négyem ragyogott. Úgysa hozzánk néha ez az élet, azt se tudjuk miért ilyen velünk. Szebbi fiú évek, még egyszer-egyszer boldogok leszünk. Meghallok a csillagok is egyszer, véget ér a legszebb álmodás. Szívünk még én élünk, mint a ketten, emlék lesz a csók és semmi más. Nyílnak-e még virágok a kertben, lesz-e még a földön szerelem? Meghallok a csillagok is egyszer, csak az nem, amit ott ég szemedem. Mennyi rossz van a világon, ne a nap süt, ne vedünk. Ismert színünk nincsen fáron, bárhol is van szeretünk. Hallok a csillagok is egyszer, csak a mi szerelmünk él tovább. Ezt éreztük tegnap, mint a kedden, sok közben is ez suttad a szám. S ahogy akkor két szemedben néztem, megláttam a
sem mehetem. Egyedül csak négyen ragyogom. Hát akkor azt kívánom mindenkinek, hogy ragyogjanak a csillagok, még sokáig a párok, meg a fi-fi-fi szerelmeseknek. És akkor ezeket a számokat küldtük ugye a lányoknak, a vicáknak. Meghallok a csillagok is egyszer. Megszebb álmodás. Szívünk én élünk, mint a ketten. Emlék lesz egy csók és semmi más. Nyílnak-e még virágok a kertben? Lesz-e még a földön szerelem? Meghallok a csillagok is egyszer. Csak az nem, ami ott még szemedem. És egyszer, csak a mi szerelmünk él tovább. Ezt éreztük tegnap mind a ketten, csók közben is ez jutta igazán. S ahogy akkor két szemedben néztem, megláttam a legszebb csillagot, amiről én álmodni sem mehetem. Hát akkor nagyon szépen köszönöm, hogy végighallgattátok, de nem akarok a fási lenni, mert ugye mindig csak énekel egy csomót, aztán húzzuk az időt. A téga lecsót szeretném letek megtanítani, tehát a mi kell a jó magyar lecsóhoz, mondjátok még egyszer. Paprika, só, akkor ezek fognak szállni. Akkor ott szóljon a jó magyar lecsó, ez egy régi szám, nagyon ilyen talált a padláson. Nagyon ilyen talált a padláson, és azt mondta, fiam, énekelt ezt kellene, valamikor egy jó szám lesz belőle, és ez a régi változat. A régi bakkeritzemet, most jött a felújítás, úgyhogy ezzel a számmal lassan tudjuk, tehát ha mindenki fogja hallgatni, és mondjátok nekem, mi kell a lecsóhoz, kezdjük két oldal. Afrika só, szó, ami szó, neked kedvencem a lecsó. Egy kis eszemiszó, az ott paradicsom, ha a jó kedve másztatom. Hogyha unom a banán, vagy ha sok a rizsa, olyan messze van Moszkvától Amerika, ezért jó lesz nekünk a magyar paprika. Áj, 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 lecsó, 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 Horváthon őzök vacsorát. Aztán lecsó, 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 foljuk egymásról a ruhát. Amerika, ezért jó lesz nekünk a magyar paprika.
folytatom, további jó szórakozást kívánok mindenkinek, sziasztok, sokkolok mindenkinek. Vissza akarjuk hívni, próbáljuk meg azt, hogy tiszta, 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 vissza, 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 Pisti, hallottad ezt, mit mondtam? Azt mondják, hogy tiszta meg vissza. Szerintem visszajön. Vagy engem fog szívni, vagy visszajön. Egyeségként, hát akkor fiatalok! Ezzel a számmal tényleg búcsúzok, és szeretném, hogyha most együtt énekelnünk még ezt a számot el, míg ki nem keres itt az én arany barátom. Hát ez nem mulatós lesz, ez inkább táncolható lesz. Én küldöm a fiúk nevébe a lányoknak, hogy a ti nevetek vagy. Bocsáss meg nékem, mert van egy hibám, másé a szívem régóta. Ismeri valaki? És még csak annyit mondhatok, hogy hármat szeretni az jó dolog. De ez fog jönni, mi fogjátok énekelni. Hadd szóljon, akkor ez a száma megvan, Gyurikám, és akkor ezzel a száma búcsúzunk. Mivel én már eléggé vagyok neked, ezért kérem majd a segítségeteket. Mert én még sok helyre megyünk. A gyerünk fiatalok, fölveszik a ritmus. Yeah.
Sokat kapni szórakozást kívánok mindenkinek! A színpadon Bunyós Pityu volt! Maradt volna, de sajnos mennie kell, hiszen van következő fellépés is. Hát hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, fantasztikus voltál!